Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Már szinte magam is unom, annyiszor elmondtam, hogy mennyire elképesztő autóipari átverés a hobbiterepjáró, mint műfaj, de az emberek töretlenül azt érzik, hogy mindenhova 2-2,5 tonna acélburkában kell menni. Ezért nagyon-nagyon üdítő, amikor valaki vesz egy hobbiterepjárót, és nem csak hobbira, de terepjárásra is használja. Választhattunk volna egy tetszőleges Q7-et ebben a 2-3-4 milliós ársában egy tetszőleges kavicsos neppertelepről, de én úgy éreztem, legyen egy kis tűz a dologban, hogy legyen ez a terepes példány. Na most, mint tudjuk, hogy a világon minden terepjáró, hogyha elég bátrak vagyunk, és itt a lökhárítóból, meg ezekből a horpadásokból ítélve, azt hiszem mondhatjuk, hogy bátorság van. De ami még van, rendes terepgumi, nagy bütykökkel, van egy snori, egy snorkel. Azért ugye, hogy az autó ne szívjon vizet, hogyha nagyon mély vízbe gázolnak vele, és gázolnak. Viszont ilyet Q7-re nem gyártanak. Ezt egy L200-asról kellett átkendácsolni, nyilván kellett alakítani egy kicsit az Airboxon is, a légszűrőházon, de amit gyártanak Q7-re, és meg lehetett rendelni az Audi weboldaláról, az egy haspáncél, rendes, hát 3 mm vastag lemezből, és nagyjából az autó feléig tart, ugye addig vannak védendő dolgok, amivel viszont megint csak trükközni kellett, az a csörlő. Ezt több csörlő alkatrészéből rakták össze, és rejtették be oda a lökhárító mögé. Ami egy kicsit zavaró, hogy a LED eltakarja a 4 karikát, de hát ha van még olyan ember a Földön, aki az elmúlt 20 évet nem egy barlangban töltött, és nem ismer fel egy Q7-et. Az Audi viszonylag későn szállt be ebbe a hobbi terepjárós játékba, hiszen a Mercedes már 1997-ben kihozta az emelt. Fontos megjegyezni, hogy ez még alvázas volt. A BMW gyorsan reagált, 99-ben kijött az X5. Viszont ilyen Q7-est először 2006-ban lehetett hazavinni a szalonokból, eddigre a BMW már erősen a második generációs X5 bevezetésén gondolkodott. Viszont, ugye mivel utoljára érkeztek, ezért megvolt az a helyzeti előnyük, hogy tudták, hogy mit kell túllicitálni, és basszus, sikerült túllicitálni. Tehát ez az autó ma sem kicsi, de akkor egész egyszerűen úgy éreztük, amikor megjelent, hogy kitakarja a napot. Tényleg így megremegtünk, amikor megjelent, mert ez tényleg annyira hatalmas gép. Az X5-nél, a kortárs X5-nél, tehát nem az első generációsnál, hanem a másodiknál, a második X5-nél több mint 20 centivel nagyobb, és az ML Mercinél pedig 25-tel, tehát ez a jármű teljes hossza, egy irgalmatlan méretű bakancs. Vezettem már Q7-est szabványgumjain, aszfalton, azért az eléggé más, mint ez. Igazából nagyon modern autó, nagyon jó autó, finom is tud lenni, de azért élezi rajta, hogy még egy kicsit azért elegáns, elefánt a porcelánboltban, nem olyan, mint a modern megfelelői. Ez még azért, nem tudom, van rá jobb szó, elég teherautós. Olyan nagy, olyan dugong módjára mozog, tényleg megint egy rinocérosz hátán ülünk, és olyan is vele menni. Viszont ez azért egy kicsit más ezekkel a kerekekkel, meg úgy általában ezzel a felhasználással. Ugye van teljesítményünk bőven, itt inkább problémát, a diffizárok hiánya jelenthet. Ugye ebben az autóban a középső osztóművet tudják fix lezárni, hiszen az ott egy kuplungos rendszer, de az első és a hátsó tengelyen maximum imitálni lehet a zárást az ESP-vel, ami hát nem olyan, mint a rendes zárás. Tehát mondjuk, hogyha az ember szökő évente egyszer elakad, egy hóbuckán, akkor azt megoldja, de amikor ilyen rendes terepezésre kerül a sor, akkor nagyon kéne a rendes, fizikailag zárható, rendes hátsó zár. Na most, a gumi azért nagyon sokat segít, mert tudjuk, hogy minden terepjáró csak annyira jó, mint amilyen gumi van rajta, viszont nagyon érezni azt is, hogy ez az autó ezzel elérte nagyjából a korlátait. Mert itt van ez a siratófa, érezni, ahogy osztogatja a hajtást, aztán szépen följövünk, de nagyjából ez a teteje. Nyilván egy városi terepjárótól már ez is több, mint elképesztő, de nem szívesen csinálnék ennél többet vele. Egyrészt, mert nem az enyém, másrészt, mert azért érezni lehetett, hogy itt össze-vissza dolgozott a hajtás, van egy kis fékszag is, főleg amikor ilyen dagonyázás van, és esetleg a kerekek tele mennek soros vízzel, sárral, minden egyébbel,
akkor sajnos benne van az is, hogy ilyenkor a fék fokozottan kopik, hiszen ezzel tudja ugye a differenciál zárást imitálni. És amikor az elpörgő kereket meg kell fogni, akkor ott szépen a sár csiszatol mindent. A falu bikája a V6 TDI. Ez egy nagyon jó motor, az Audi azóta is fejleszgeti, most már a sokadik generációja fut. Egy 3 literes V6-os, egy turbó feltöltővel ebben a kiépítésben, ott van a V-térben hátratolva. 230 lóerő és 500 Nm nyilván nem repíti, de kultúráltan elmozgatja ezt a Bang a dögöt, és még egész normális fogyasztást is össze lehet vele hozni. Ennek a motornak 3 jellemző hibája van, ugye 3 olyan hibába futottam bele, amit gyakran látnak a szervizek. Az első az a porlasztó csúcsoknak a kopása. Ez nagyjából itt 150 000 km fölött jelentkezhet, nem olyan szép a porlasztási kép, elkezd húgyozni, azaz folyik belőle a gázolaj. Ez jellemzően úgy tűnik fel a tulajoknak, hogy indítási nehézségek vannak, főleg melegen, meleg motornál nem akar indulni, fölgyűlik a hengerben a gázolaj, ez idővel aztán lecsoroghat, tehát még az is gyanús lehet, hogyha elkezd nőni az autónk olajszintje. Ugyanis nem az olajszint nő, hanem a kenőanyag higul gázolajjal, ami az Álmos könyv szerint nem jelent jót. A másik jellemző probléma a turbo geometriállító szervomotorja, viszonylag könnyen szerelhető, ott van hátul a V-tér hátuljában a feltöltő. Ezt a tulaj jellemzően onnan veszi észre, hogy az autó nem akar menni. Teljesítményt veszít. Nem egy nagy meló kicserélni, nagyjából 100 000 forint. Viszont arra oda kell figyelni, hogy szükség van utána kalibrációra, ezt is mindenképpen el kell végezni, hogy rendesen tudjon működni a komponens. Szintén jellemző probléma még az örvénycsapantyú megszorulása. Nem kell megijedni, nem BMW, ez nem zabálja meg, ez csak simán nem működik. Fel lehet újítani 50 000 forint körül, 100 000 forint körül ki lehet cserélni, de van, aki egész egyszerűen kiiratja belőle. 3-0 TDI és Quattro, ugye a vágyott betű kombináció tényleg. Hogyha az ember bújja a használt piacot ebbe a 3-4-5 milliós hársában, akkor erre nem nehéz vágyni. És ha megszerzi, akkor joggal érezheti magát a falu bikájának. Viszont a TDI az magával hozza a másik 3 betűs rövidítést, ami a DPF. Most a szerelővel, akivel beszéltem, azt mondta, hogy az általa ismert Q7-esek 60-70% alól kiírták, ami még okozhat problémát, hogyha Magyarországon egyszer bevezetnek egy rendes műszaki vizsgáztatást. Gondolom a DEAC igazolványos műszakén ez annyira nem probléma. Orosz Krisztiánék, Doni Motorsnál ismernek olyan Q7-eseket is, amik 3-400 ezer kilométereket elmennek, tehát a gyári szűrővel, mégpedig azért, mert az autó megkapja a gyári olajat. Ugyanis, hogyha beleteszik a gyári literenként 8000 forintos, és 8 liter kell vele, szóval, hogyha beleteszik ezt a minőségi olajat, annak az égése során kisebb a hamutartalma, ami kiméli a DPF-et. Tehát az a baj, hogy ez egy prémium autó. Amikor ez az autó megjelent 2006-ban, a 3000-es TDI, az azt hiszem 14,5 millió forintról indult, hát nyilván az akkor mondjuk egy garzonára volt, vagy egy családi házára volt. Nehéz már ezeket így utólag kiszámolni, de az minden esetre biztos, hogy hiába esett vissza a költség a vásárlásnál az eredeti ár harmadára, nominális értéken. Valójában ezek az autók még mindig ugyanolyan iszonyatosan drágák, hogyha fenn kell őket tartani. Ez már egy nagyon bonyolult és nagyon összetett autó. Érdekes probléma például az, hogy a kipufogó leömlőben van egy kis szenzor, nevezzük mondjuk koromszenzornak, hasonló feladatot lát el, mint egy benzines autóban. A lambdaszonda beleszagol a kipufogógázokba, és abból számolja ki, hogy mennyi üzemanyagot kéne betolni a rendszerbe. Na most ez a szenzor dob egy hibát, ilyenkor megjelenik a check engine lámpa, ez sok tulaj egyszerűen ignorálja. Viszont, hogyha mondjuk olyan állapotba döglik meg, akkor elkezd az autóba dőlni a gázolaj, ami két problémát is magával hoz. Az egyik, hogy megölik a DPF-et. A másik, hogy lemossa a hengerfalat, és a hengerfal emiatt fokozottan kopik. Tehát egy pár ezer forintos műszernek a figyelmen kívül hagyásával, hogyha nem javítjuk meg ezt a problémát, akkor ki tudjuk nyírni a motort, meg a DPF-et is. A Q7-nél még nagyon tartott a Volkswagen pénzben pancsolós korszaka, minden hülyeség belefért, és amikor Ferdinand Piech azt elmondta, hogy neki egy V12-es TDI-re volt szüksége, hát akkor ez volt az az autó, amiben be lehetett rakni a V12 TDI-t, ez egy 6 literes motor, ez volt valaha gyártott legnagyobb személyautó dízel. El se kezdjétek, én is tudom, hogy Amerikában van Powerstroke, meg Duramax, de azok alvázas teherautók, ez meg egy személyautó. 500 lóerő, 1000 Nm, nyilván a világ összes teljesítménye, csak hogyha az ember úgy dönt, hogy megveszi, mert hogy műszakilag különleges és vágyható, és amúgy az, akkor készüljön arra, hogy minden szerelés ott indul, hogy 500 000 forint. Ugyanis minden, ami bonyolultabb egy légszűrőcserénél, az úgy indul, hogy le kell engedni a hajtásláncot. És az nem olcsó.
Ezt a szériájú Q7-est jellemzően két helyen szoktuk látni. Az egyik az óvoda előtt, ahova anyuka viszi a gyereket, a másik a használt telefon volt, ahova a használt iPhone-ért mennek. Pedig ez egy rendkívül igényes műszaki felépítésű autó. Ugye hátul sok lengőkaros futóműve van, elő a kettős kereszt lengőkaros futóműve van, összkerékhajtású, nyilván itt a Q betűnél még meg se engedhette volna magának az Audi azt, hogy ez elérhető legyen kétkerékhajtással, viszont amin meglepődtem, hogy ez nem torzenes, mint mondjuk a kortárs A6. Ez alatt az autó alatt a középső osztómű ugyanaz, mint egy Cayenne vagy egy Touareg alatt, hiszen közös platformra épül velük, kortársa az első két emlegetett autónak, és ez nem torzen, hanem egy labellás kuplungcsomag, ami nyilván az ESP jelét figyelembe véve zárogat és előre küldi a hajtást, és van rajta egy lánc, amivel kihajt. Na most két probléma adódhat. Az egyik, hogy elszakad a lánc, a másik, hogy összesülnek a kuplungok. Hogyha az ember leengedi az olajat és látja, hogy meg van égve, akkor jellemzően már késő, ott már bajok vannak. Menet közben onnan lehet felismerni még a bajokat, nyilván láncszakadásnál az, hogy nem hajt. Összesülésnél pedig, amikor az ember aszfalton kanyarodik, egy ilyen érdekes recsegés ropogás hajt, hiszen nem jön létre fordulatszemkülönbség az első és a hátsó tengely között, nem tud kvázi differálni, ez előbb-utóbb szétropogtatja az amúgy egészséges hajtásláncelemeket is. Kicsit butáskának tűnhet ezzel a felnivel ez az autó, ami azért van, mert ez egy Touareg felni, ez a legkisebb, amit rá tudtak tenni, ami azért kellett, hogy rá tudják tenni ezt a rendkívül ballonos offroad gumit, mondom is a méretet, 265-70-17, azért az nem rossz, elég nehéz felütni. És amiért ez az autó úgy, ahogy alkalmassá válik terepezésre, az, hogy légrugós. Tehát, hogy nem kell mindenféle ilyen utólagos kitekkel szívni, amikor meg akarjuk emelni, csak az MMI-ben odalépünk a megfelelő menüpontba, és a légrugóval kiemeljük a kasznit. Na most 250 és 500 ezer forint között van a légrugó darabja, hogyha megkotlik. Ebben az autóban, most 382 ezerben, még nem kellett légrugót cserélni. Viszont kompresszort igen, azt nagyjából itt 130 ezer forint környékén oldották meg. Szintén érdekes, hogy az autóban lévő váltónak is ilyen nagyjából 3-400 ezer kilométer a tervezett élettartama, fölött azért már lehetnek problémák. Ráncfelvarrás előtt egy 6 sebességes iSyn, ráncfelvarrás után pedig a jól ismert és közkedvelt 8 sebességes ZF került bele. Egy érdekes korszakhatár ez az autó, hiszen itt van benne a rengeteg már emlegetett modern technika meg nívós megoldás, viszont még nem gombos kézifék van benne, hanem mondjuk mint a régi Mercedesekben egy lábnál található rögzítőfék, be kell taposni ezt a pedált. Ennek van egy olyan hibája, hogy elgyöngül a rugója, emiatt az elektronika nem érzékeli, amikor kioldjuk. Tehát megtörténik az oldás, az autó mozdíthatóvá válik, de folyamatosan világít a lámpa, hogy be van húzva a kézifék. A kézifék javítás egy 100 ezeres tétel, nagyjából hasonlóan szórakoztató, amikor az autóban lévő Bose erősítő megmakkan. Ebben is az van, ott van valahol hátul az oldalablak környékén, a lecsapódó pára egyszerűen beszivárok és zárlatos lesz. Na most ez azért probléma, mert nem csak a hang megy el, de az MMI-t, az Audi-nak az univerzális fejegységvezérlőjét is megpusztítja, ami pedig komponens védett, tehát csak Audi licences szerviz a megfelelő eszközökkel tudja javítani. Azért ez még mindig nem egy kellemetlen autóbelső, és mondom, majdnem 400 ezer kilométernél nincs szétfényesedve a kormány, működnek a gombok, minden szépen zsírosan, nehezen, súlyosan röccen. Nem rossz benne létezni. Viszont ez ugye a felhasználása miatt egy erősen átalakított autó. Ott van például az az Asus All-in-One PC, ami hát a légzsákra lett felszerelve, és hogy ne a Windows logó legyen az utolsó dolog, ami egy balesetnél átvillan az ember agyán, ezért értelemszerűen a légzsákot kikötötték. Na most ebben viszont nincs rendes GPS modul, ezért rákötötték arra a Garmin egységre, amiben viszont van. Erre nem mindig van szükség értelemszerűen, ezért van itt egy kisebb Asus tablet is, aminek van saját GPS modulja, versenyeken is szokták például használni, mert hogy ezzel az autóval járnak ilyen rendezvényekre. Van rádiótartó, ott van lent egy inverter, ami ellát árammal mindent, aminek 220 kell, valamint van tűzoltókészülék is. Tehát ezzel az autóval komolyan veszik a hobbi tevékenységet, és felér a nevéhez, ugyanis tényleg ez egy több célú hobbi jármű, ami tökéletesen megvalósul. A hátam mögött van néhány tartalék gumi, vannak még trepnik, hogyha elakadnánk, van ásó csomagtérajtón. Tényleg ezt terepezésre használják, és olyan is. A tulajdonos azt mondta, hogy már neki is elkezdődtek ezek a rapszódikus indulgatások. Az autó hol beindul melegen, hol nem. Na most az elmúlt 3 órát azt itt terepezéssel töltötte, viszont most nekem is meg kéne csinálni a vezetős anyagokat, úgyhogy... Aha, igen.
A TD-i örök, mint a nyomorúság. Az minden esetre nagyon becsülendő, hogy ekkora futás után ilyen használat mellett is egyben van a beltér. A tetejéből jön egy kis nyöszörgés, nyilván nagyon nagy a panoráma ablak. De most ezt valószínűleg akkor is csinálná, hogyha csak szimplán egy mezői Q7-tel fölállnék a patkára. De ettől eltekintve nem zörög a műszerfal, oké, át van repedve a szélvédő, de valószínűleg az sem a karosszéria torzulása miatt, sokkal inkább azért, mert ott középen odaverhetett neki egy faág, vagy ki tudja mi. És tényleg egyben van az autó, jó és tudja, és tényleg valószínűleg alapból sem volt rossz terepen, hiszen egy jó összkerékhajtás van alatta, de azzal, hogy alá kerültek ezek a gumik, meg kétszerezték a képességeit. A légrúgó igazából még ilyen használat mellett is kifejezetten finom siklást, nem tudom, ez a jó szó, siklást eredményez, de összességében inkább móka ez, mint komoly célszerszám. Mókának viszont remek. Szeretnék valamit mutatni azzal, hogy kikanyarodunk ide a főútra. 50-es tempó környékén nagyon durván megjön a gumizaj. Mondd. Menjünk vissza, mert elment a töltés. Jó. Hogy elment a töltés? Hát nincs töltés, baszki. Jaj. És nem tudom, hogy az fennálló probléma-e. Időközben véget kell vetnünk ennek a kis terepes mókának, mert egész egyszerűen bevillant a töltéslámpa, és nem szeretnénk kárt tenni más autójában, az se jó, hogyha megáll, meg az se jó, hogyha elment a töltésvezérlés. Az minden esetre látszik, hogy ez egy nagyon magas színvonalon megcsinált autó, hogy ennyi idősen ezt még így bírja, mert ezt tényleg erre használják, amit most itt csinálunk ebben a bányában. Amúgy pedig nincs nagy tanulság, csak ami úgy általában szokott lenni ezeknél a prémium használteszteknél. Meg kell adni neki a drága dolgokat, és akkor köszöni szépen, megy, még világ a világ. Egy kellemes csalódás az első generációs Q7, azt nem mondom, hogy elkezdtem rá vágyni, bár azért ez a terepes változat azért ez kellően punk, főleg azért, mert a 98%-át sosem látod így. Egy remek móka, főleg, hogyha az ember elmegy vele túrázni, kirándulni, van helye, kényelemben van, és azért mégiscsak jobb egy ilyennel bejárni Romániát, mint egy Jimmyvel mondjuk. A műszaki segítséget pedig köszönjük Orosz Krisztiánnak és a Domi Motorsnak.